Jó. A BMW Forma Racing Team csapat azért alakult, hogy részt vegyen a Forma Student versenysorozaton. A Forma Student az egy olyan nemzetközi verseny, ahol a világ különböző tájáról érkező egyetemisták versenyeznek egymással, hogy ki épít jobb ilyen versenyautót. Világszinten körülbelül 300 csapat van, és folyamatosan nő ez a szám. Csak Németországban körülbelül 70, Angliában 50, minden egyetem nek van egy ilyen csapata, és nem is tekint igazán komoly egyetemnek azt, aki nem szerepel jól egy ilyen versenyen. Silverstone-ban a 92 induló csapat közül a 7. leggyorsabb autót sikerült megépítenünk, ami egy elég pozitív visszajelzés volt az egész éves munkánkról. Ő az idei autónk, sorban a negyedik benzines autó, amit építettünk. Egy 600 köbcentis Yamaha R6-osnak a blokkja van benne. Van egy szabályzatban kötelezően előírt 20-as szűkítő. Mi a végsebesség az autónak, az a választott végáttételtől függ. Igazából tudna bőven 200 km/h fölött is menni. Most olyan áttétel van benne, hogy a Forma Student szlalom pályáihoz ideális legyen, úgyhogy olyan 130-140 km között van a végsebessége, de ezt viszonylag hamar el is érje, olyan 4-4,5 másodperc alatt. Az elektromos autónk a 2009-es benzines autónak egy átalakított változata, két darab 30 kW-os névleges teljesítményű villanymotor van benne, ami rövid időre túlterhelhető egyenként 50 kW-ra is, tehát úgy összesen 100 kW, amit hogyha átszámolunk, olyan nagyságrendnek 136 lóerőnek felel meg. Hát meglepő, hogy hang nélkül mennyire nagyon tud menni egy ilyen villamos versenyautó is. Ez egy nagyon gyors pálya, itt sokkal hamarabb kimerülne az akkumulátor, tehát olyan 22-25 km tud. Motorokon és a motorvezérlőn kívül minden hallgatói munka eredménye. Közlekedésmérnökök, gépészmérnökök, villamosmérnökök főként, de vannak a csapatban gazdasági területről érkező hallgatók is. Magunknak kell fönntartanunk a műhelyet, ahol építjük az versenyautót, saját magunknak kell összeszednünk a támogatókat és az eszközöket, amikből ez a versenyautó megépül. Mind a szponzorációval, a marketinggel, vagy akár egy ilyen rendezvény lebonyolításával különböző emberek foglalkoznak. Akik innen kikerülnek, diákok, nekik nem nagyon kell foglalkozni munkakereséssel, igazából már az egyetemi évek alatt munkát találnak magunknak. Az előző csapatból végzett hallgatók 95%-a támogatóinknál helyezkedett el.